Hello, Kozmalányok, én Viki vagyok, és üdv újra itt a Cosmopolitan Hungary YouTube csatornáján. A mai videóban folyékony rúzsokkal fogunk megismerkedni, fogjuk őket tesztelni, illetve most egy picit hazudok, mert én azért már egy kicsit tesztelgettem őket előre, hogy be tudjak számolni a tartóságról, illetve egy picit jobban megismerjem őket, de természetesen itt a videóban is meg fogom őket élesben mutatni, hiszen úgy az igazi. És emellett egy hozzám ugyancsak illő, extrém módon is kifogom ezeket a rúzsokat próbálni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy most mire gondolok, akkor tartsatok velem mindenképpen. És ezek a rúzsok, amiket ilyen szépen beharangoztam nektek, most már végre el is árulom, hogy ez a Nuskin márkának a rúzsai, méghozzá a Power Lips Fluid. Ezek matt és folyékony ajakrúzsok, és kettő árnyalatban is megmutatom nektek. Ahogy mondtam, kettő árnyalatot tudok nektek megmutatni, az egyik az Unbreakable, a másik pedig a Confidence névre hallgat. Ez az árnyalat, az Unbreakable, ez egy ilyen vöröses, mélytónusú, picit barnás árnyalat, ez a Confidence pedig egy ilyen, hát ez az igazi nude árnyalat, ez is egy picit ilyen barnás, bár egy icipici rózsásságot is látok benne, de lehet, hogy ezt csak én látom bele, úgyhogy ebben ne legyetek 100%-ig biztosak, de egy ilyen igazi nude árnyalat, maradjunk ennyiben szerintem. Úgyhogy erről a két árnyalatról lesz szó, ezeket fogjuk egy kicsit jobban megismerni és kipróbálni. Egyébként 18 matt és metálos árnyalatban szerezhető be ez a Power Lips vonala a márkának, és még az ápolásról is gondoskodtak, ugyanis E-vitamint és avokádóolajat is tartalmaznak ezek a rúzsok. A leírásuk szerint igazán erőteljes, intenzív és hosszantartó színekre számíthatunk, minden öltözékhez, megjelenéshez és eseményhez találni megfelelő árnyalatot közülük. Említettem nektek, hogy egy hozzám passzoló, extrémebb módon is ki fogom őket próbálni, hát most ennek eljött az ideje, ugyanis egy egyáltalán nem megszokott módon most tesztelni fogom nektek ezeket a rúzsokat. Nos igen, elismerem, hogy nem egy megszokott módja a rúzsok tesztelésének az, amit most én csináltam, viszont így most még többet megtudtam róluk, és meg is osztam veletek. Azt ugye már mondtam, hogy én előtte is tesztelgettem ezeket a rúzsokat normál viseletként az ajkaimon, és amit megállapítottam, hogy egyrészt nagyon könnyű bánni vele, nagyon könnyű felvinni, szépen terül, nagyon kényelmes, szép matra szárad, de nem túl matra, tehát nem szárítja, cserepesíti be az ajkainkat, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes viselet marad a nap folyamán. Illetve én utána sem vettem észre, hogy kimondottan kiszárította volna a számot. Természetesen ajakápolót azt kell használni, de szerintem ajakápolót mindig érdemes használni matrúzsok előtt, meg hát én például egyébként is használok. Tehát előtte egy kis ajakápolót, hogyha felvisztek, hagyjátok, hogy beszívódjon egy picit, felitatjátok a felesleget, utána mehet rá a rúzs, és amikor este lemossátok, akkor utána megint egy kis réteg ajakápolót, és tökéletesen hidratált is marad a szánk. És amit most pluszban megtudtam, miközben Bettyt elkészítettem ide a számra és szám környékére, az az, hogy ezek a rúzsok tényleg valami hihetetlenül pigmentáltak. Nyilván ezt észrevettem a normál viselés közben is, viszont most
volt, hogy egy kis fekete részeket javítanom kellett, mert egy picit mondjuk így beljebb mozdult, beljebb húztam, és ott már nem akartam, hogy fekete legyen, és ugye a bőrének használtam ezt a világosabb árnyalatot, és el tudtam vele tüntetni a feketét, tehát atya világ. Tehát nagyon-nagyon szép és nagyon erős fedése van, illetve természetesen a pirossal is el tudtam tüntetni, úgyhogy azzal is tudtam a fekete kontúrokat javítani, úgyhogy én le vagyok döbbenve, hogy mennyire jók. Illetve azt ugye láttátok, hogy úgy kezdtem Bettynek a megrajzolását, hogy felvittem az arcát, a számra ugye, mint szín, és ahol rámentem a másik festékkel, például akár a feketével, ahol alatta volt ez a rúzs, ott sokkal szebben terült, ott könnyebb volt dolgoznom, tehát egy jobb alapot is adott nekem, úgyhogy teljes mértékben meg vagyok elégedve, úgy gondolom, hogy ennél jobban nem tudtam volna most már letesztelni és kitapasztalni, hogy mit tudnak ezek a rúzsok. Egy darab rúzs 7085 forintba kerül, ami talán első hallásra egy picit drágábbnak tűnik, viszont tényleg nagyon-nagyon minőségi és nagyon jó terméket kapunk érte. Nos, hát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha még eddig nem tettétek, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a Cosmopolitan Hungary YouTube csatornájára, és ha tetszett ez a videó, és Betty, akkor lájkoljátok is. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk hamarosan, addig is sziasztok! Soha nem éreztem még ilyen komolytalannak az elköszönésemet, hogy így nézek ki közben.